Évekig tartott, amíg a magyar baronfilliba és kacsatenyésztők újra exportálhatnak húst Kínába, Izraelbe vagy éppen Dél-Koreába. A madár influenza miatt ezek az országok mind megtiltották a magyar szárnyasok bevitelét ugyanis januárban két magyarországi szárnyas tartó telepen is kimutatták ezt a betegséget. A magyar hadóság azonnal megtette a szükséges lépéseket a járvány megállítása érdekében, így többek között leölték az állatokat és védőkörzeteket jelöltek ki a telepek körül. Közben az afrikai sertéspest is is egyre több magyarországi településen ütötte fel a fejét. A járványos állatbetegségek visszaszorítása érdekében az Agrárminisztérium pályázatokat hirdetett ki, amikre hamarosan lehet majd pályázni. Miniszter úr nyilatkozatára tudjuk leginkább alapozni a, a várakozásainkat. Miniszter úr egy néhány héttel ezelőtt nyilatkozta, hogy a maradék, tehát ez a 2014-2020 közötti időszakban megmaradt pénzekből egy részét, új, tehát a pályázat egy részét újra nyitják konkrétan pályázatok közül a állattartó telepek korszerűsítését említette miniszter úr, hogy a baromfi és a sertéstartók esetében lesz először megnyitva a kiírás. Várhatóan a régi kiírás lesz megnyitva, viszont bizonyos módosítások lesznek benne. Itt két milliárd forint áll rendelkezésre, az elsősorban baromfé és sertéstartók számára kiírt pályázat állategészségügyi feltételek javítására, megőrzésére szolgál. A két ágazatot érinti legjobban ez a, ez a probléma. Most a sertéspest is, afrikai sertéspest is esetében, és a madárinfluenza esetében, jól tudom, ott a pulykások körében jelent meg probléma az országban. Ezért itt járványügyi intézkedések lesznek, tehát kerítések építésére, különböző fertőtlenítő berendezésekre, esetlegesen telepi éget, őkre lehet majd várhatóan pályázni, és elképzelhető, hogy egyéb, egyéb dolgokra is. Az információk szerint ez március végéig derül ki, hogy pontosan hogyan. Valószínű, ahogy eddig is a vidékfejlesztési programban a, a pályázat www.pályázat.gov.hu honlapon, vagy Széchenyi 2020.hu honlapon hirdetik meg, bizonyos időszak lesz nyitva erre, valószínű pályázati, bírálati határnapok lesznek. Az általában úgy nézett ki, hogy az adott napig beérkezett pályázatokat lebírálják, és akkor az irányító hatóság el tudja dönteni, hogy mennyi jött be, vagy még nyitva hagyják egy darabig, vagy lezárják, attól kezdve fölfüggesztik a pályázatok beadását. Utána van egy bírálati időszak, ez azért egy pár hónapot biztos, hogy eltart, és utána meg kell valósítani a, az illetőknek a beruházást, és utólagos elszámolással kapják vissza a pénzüket. A gazda a beruházásra előleget is igényelhet, mégpedig legfeljebb a megítélt támogatás 50%-át kaphatja így készhez. Várhatóan a beruházás megvalósítására nem két évük lesz a gazdáknak, hanem fél vagy egy év áll majd rendelkezésükre. Egy másik pályázatra is felhívta a figyelmet Tamási Balázs, már be lehet adni a kérelmeket az anyanyú támogatásra. Az előbb említett pályázatnál egy jóval egyszerűbb igénylési eljárás aki anyajuhot tart, és legalább tíz darabot tart az állományában, ő igényelhet erre támogatást. Az anyajuhoknál, tehát a juhosoknál, a jutenyésztők, jó és kecsketenyésztők szövetségének az instruktorai, ők segítik a gazdálkodókat, eltározás, állománynyilvántartás vezetésével kapcsolatos dolgokban és ezen instruktorok tudnak kiállítani egy igazolást arról, hogy mennyi az anyajuk létszáma, mennyire igényelhet az illető gazdálkodó támogatást. Ezt kell beszkennelni, felcsatolni egy elektronikus felületre, és ott kitölteni az adatlapot, úgy lehet ezt igényelni. Fontos, hogy mindenféle nyilvántartást szabályszerűen vezessenek az állattartók, így például gondoskodniuk kell a tenyészetükben tartott állatok ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről az adatbázisba. Ahogy a megfelelő tenyészkosokról való gondoskodás is elsődleges egy tenyészkos ára 120-140 ezer forint között mozog, aminek egy bizonyos százalékát vissza lehet majd igényelni, mondja a szakember. Törskönyvezett tenyészkosok tartására van szükség, meg van, hogy anyaállományonként, tehát létszámhoz kötve mennyi tenyészkos szükséges. És van egy tartási kötelezettsége is természetesen a támogatásigénylőnek, ameddig a telephelyén kell tartania azt a létszámú állományt. Az anyanyú támogatása február 1-től március 20-ig lehet beadni a kérelmeket elektronikus úton.